A Tények kamerái előtt szabadult el egy komp tegnap Tiszacsegénél rajta az éjjeli őrrel. Éppen a kötelet akarták megerősíteni, amikor a jeges ár pillanatok alatt magával rántotta a kompot. A férfi veszélyben volt, mert a hatalmas jégtáblák össze is törhették volna a járművet. A férfit végül egy katonai helikopterrel mentették ki. Az egész akciót végig kísértük, most önöknek is megmutatjuk, aztán élőben kapcsoljuk a helyszínt. Hirtelen megfeszülnek annak a kombnak a láncai és kötelei, amelyet elsodort a jeges ár Tiszacsegénél. A megfeszült kötelek nagyon gyorsan elszakadnak, az éjjeli őr és a kombkezelő, aki még a hajón volt, nem tud lemászni. Jól látszik a felvételen, ahogy egyensúlyozni próbált, amikor hirtelen megmozdul alatta a komb. Maradjon, a révet percek alatt sodort el a Tisza. A képeken is jól látszik, milyen gyorsan távolodott. Akik a parton voltak, kétségbeesve próbáltak segítséget hívni a bajba jutott férfihez. Az elszabadult komphoz végül a honvédség Mi-8-as helikopterét riasztották. Ezzel eresztettek le segítséget a kompra, majd húzták vissza a kompon ragadt férfit is, aki nyilatkozott a tényeknek. És meg akartuk erősíteni a kötelet, és elszakadt. Meg ilyet? Hát persze, hogy ne. Milyen volt onnan? Borzalmas. A megmenekült kombkezelővel mindenki kezet fogott a parton. A rév egyelőre a jégtáblák között marad, mert jégtörő hajók nélkül nem tudják a partra vontatni. Akár csak egy jól végződő akciófilmben a végén sikerült biztonsággal kimenteni az elszabadult kompról, a bajba jutott éjjeli őrt láthatták. A helyszínen van kollégánk Csehi András. András, mi a helyzet ma? Mennyire veszélyes most a jeges ár? Jó reggelt kívánok! Azt kell, hogy mondjam, hogy ilyet még én sem láttam, pedig már elég sok mindent láttunk azért így kollégák között egymás közt szólva. Viszont most pontosan úgy néz ki a Tisza, mint egy ilyen hadi ösvény, vagy hadi, én nem is tudom, hogy minek nevezzem, viszont vannak itt szakértők mellettem, akik pontosan tudják, itt van például a szakaszvédelmi vezetője, Dániel, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogyan tudnánk ezt minősíteni, éppen ezt a helyzetet? Jelenleg a Tiszán harmadfokú árvízvédelmi készültséget kellett elrendelnünk azért, hogy ezt a jeges árhullámot zavartalanul le tudjuk kísérni. A tegnapi nap folyamán egy torlasz alakult ki itt Tiszacsege térségében a 452-es folyamkilométer szelvényben. Gyakorlatilag egy 20 centis állójégnek ütközött a levonuló jég, és ez okozott itt egy torlaszt. Ez a hajnali órákban pontosan 1:45-kor tovább indult, de sajnos újra megállt, és újra kisebb vízszintemelkedéseket okozott. Mi okozta egyébként azt, hogy elszabadult a komp? Tulajdonképpen ennek a kompnak tudomásunk szerint van egy vezető szára, ami ugye bent volt a folyómederbe, és ezt ragadta magával gyakorlatilag a hatalmas jégtábla, és ez húzta be gyakorlatilag a kompot. Jó, szerencsére nem történt komolyabb baj, viszont a kompot elvitte az ár, azóta se tudjuk, hogy merre van. Így van, gyakorlatilag úgy gondoljuk, hogy jelenleg is a jégtorlasz tetején a jégtáblák között van körülbelül 10 kilométerrel lentebb. A kollégák egyenlőre nem tudták ezt a jégtorlaszt még innen a partról megtekinteni, mert igen széles a hullámtér, és a hullámtéren már jelentős mennyiségű víz van. Folyamatosan keressük a lehetőségét annak, hogy hogyan tudjuk megközelíteni ezt a jégtorlaszt, és ha lehetőség adódik, akár csónakról is megpróbáljuk a jégmentes szakaszról megközelíteni és megtekinteni ennek az állapotát. Ott tartunk, hogy a katasztrófa védelemtől befutott egy hívás a honvédséghez. Köszöntöm. Az igazából azt az embert, aki a helikopternek kiadta a parancsot, hogy jöjjön menteni. Ez egy elég rendhagyó eset, ilyen nem sűrűn szokott előfordulni. Ezért rendhagyó eset a Magyar Honvédség életében, de a Magyar Honvédségnek a kutatómentő szolgálata mindig felkészült erre a típusú feladatra is. Amikor tegnap a folyamán megérkezett a riasztás, akkor a kutatómentő gépszemélyzet gyakorlatilag 20 perc múlva már a levegőben volt. Kirepülés követően egy elég gyors kirepülés történik ilyenkor Szolnokról. Ide érkeztek közel 20 perc alatt, szintén 20 perc alatt, és felderítették az elszabadult kompot.
ez a, az átkelő az elszakadt vezetéktől közel 500 méteres távolságra volt. Amikor felderítették, akkor látták, hogy a komkezelő a fedélzeten, és megkezdődött a mentés. Én azt tudom mondani, hogy felderítés után 8 perccel ő már a fedélzeten volt. Amikor megérkezett helikopter kom fölé, akkor megfüggött fölötte. Az egyik katona deszantos alpintechnikai módszerrel lecsúszott a fedélzetre, ott egy beülőt helyezettel a kombkezelőre, és utána pedig a fedélzeti csőrővel a fedélzetre emeltük ezt a szemét. Gyakorlatilag a fedélzetre érkezését követően van egy felcserünk, ő megvizsgálta, semmiféle problémát nem talált, és 4 perc múlva már le is szálltunk, kiraktuk a fedélzetről ezt a szemét. Mit tudunk róla, hogy jól van? Kiváló, tehát az egészségi állapota kiváló, mentálisan megterhelte ez a helyzet, tehát mégiscsak ez egy 12 tonnás helikopter, életében először találkozott vele ilyen közelségből, és amikor megfüggött fölötte, akkor ez egy olyan hatás volt számára lelkileg, ami terhelte, de túl van az eseten. Köszönjük szépen Tamásnak és Dánielnek, és reméljük, hogy ilyen eset most már idén nem fog előfordulni. Stúdió.